Tóti Alex sima tével itt tanul a helyi líceumban. Szeret az erdőben járni, meg szereti a természetet, meg szokott dolgozni ilyen erdészeti munkálatoknál, és itt szembe van egy tarvágás, amit ők csináltak. És van egy öccse. Azt mondta, hogy kijárja a sulit, meg igazából szereti a munkáját, de hogy még konkrétan mi lesz a jövőben, azt még nem tudja. Szóval Barabás Laura, ő szeretné táncolni, szereti a lovakat, a kutyákat nagyon, az állatokat, szeret enni, szereti mondjuk a régi dolgokban, régi időkben, mik voltak például, amikor a mamája mesélt, csak azt nem szerette, amikor úgy kezdte, hogy az én időmben nem így volt. És 17 éves, június 25-én született, az én édesapám július 25, és kb. Ennyi. Dani itt lakik közelben, most fog érettségizni. Igen, amúgy minden tök jól megy, kivéve a román, azon kell egy kicsit gyúrni, és hogyha ez meg lesz, akkor itt a közelben szerencsére tud tanulni ilyen mentő ápolói képzésen, amivel 3 év után dolgozni tud, ami egy ilyen egész jól kereső munka, és egy fix állás, heti 3 napba kell viszont 24 óráig állni a legkeményebb próbákat. Van 2 testvére, akik kínálnak Németországban, mezőgazdasággal foglalkoznak, és szeret focizni, és járni a erdőt, meg a medvéket, meg támadni. Melindáról sikerült megtudnom pár információt, szereti az állatokat, szeret takarítani, január 8-án született, 2006-ban, szereti a régi időket, ahogy mesélnek róla. Szereti a természetet, és ennyi. Nekem Nimrodhoz volt szerencsém megismerni. Idén fog végezni az iskolával. Autószerelői szakmával fog rendelkezni, mikor befejezte az iskolát. Gyergyó Rementén él. Elég népes családban, elmondása szerint. Hobbija, szeret számítógépeken játszani és számítástechnikai eszközöket összerakni a családnak nagy örömére. És a jövőre való tekintettel dolgozni szeretne, a jogosítványát szeretné letenni, illetve majd a későbbiekben talán elgondolkodik azon is, hogy egy műhely, autószerelői műhelyt nyisson. Ezeknek az alapjait próbálja megteremteni a közeljövőben. Ennyi. Tünde nem szereti, ha Tündinek hívják. Ő pincér szeretne lenni, viszont most, mivel hogy nem volt pincér tanfolyam, ezért fodrász tanfolyamnak át neki. Nagyon erős csajszi, focizik és gitározik 6 éves kora óta. Ezen kívül csoportokban kicsit csendesebb, de bátor is. Ő Tomi, van 2 tesója, nagyobbak nála, gyermekei is vannak már. Kamera is, operatőri szakot végzett, vagy tanfolyamat, kettő közül nem tudom, melyik volt. Volt Indiában, a Covid miatt ott is ragadt egy himalájai faluba, 3 hónapot. Nagy nehezen haza tudott jönni. Szeret focizni, igaz béna benne, de szereti, és rendezői szakra jelentkezett, és arra gyúrsz, mondhatni.